Azt is tudom, hogy holnaptól te is csak egy leszel a sok közül. Egy, a szinte olyan. Kisléna Majdnem Szerelem című versével nyitották meg a 2024-es Diáknapok ünnepélyes díjátadóját, amelyen 12 kategória nyertesei vehették át díjaikat. A mostani Diáknapok különlegessége, hogy a korábbi évekkel ellentétben idén csak fehérvári diákok jelentkezését várták a szervezők. A hétfőn délután tartott díjátadón a kategória győztesek és a különdíjasok Székesfehérvár polgármesterétől Cserpalkovics Andrástól vehették át okleveleiket. A városvezető örömét fejezte ki, hogy ekkora sikert tudott aratni a 2019 után ismét megszervezett program. Régi szép hagyomány volt a megyei diáknapok életünkben, aztán sajnos az elmúlt években különböző okok miatt ezt nem lehetett megrendezni, de az a visszajelzés érkezett a fiataloktól, ők szeretnék, hogy ezt a hagyományt valamilyen formába újraindítsuk, és úgy döntöttünk, hogy ami a mi hatáskörünk és lehetőségünk, hogy egy fehérvári diáknapok struktúrát indítunk újjá. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ rendezvény szervezője Sábján Anna elmondta, nagy örömükre, várakozásukon felül jelentkeztek a diákok. Meglepetésünkre nagyon nagy sikere volt a diáknapoknak, több mint 700 diák jelentkezett, ez több mint 300 produkciót jelentett. 12 kategóriában mutathatták meg a diákok a tehetségüket, és hát a könnyű zene volt az egyik legnépszerűbb kategória, illetve a vers és prózaírás, ahova több mint 40-40 alkotás érkezett be. Úgyhogy nagyon-nagyon örültünk neki, a zsűri azt mondta minden kategóriánál, hogy hihetetlen tehetségek vannak a városban, aminek szintén nagyon örülünk. A könnyű zene kategóriában Szabó Roland aratta le a babérokat, aki már 6 éves kora óta foglalkozik énekléssel, és nagy álma, hogy a későbbiekben a szakmában helyezkedjen el. A fiatal tehetség úgy véli, a diáknapok remek lehetőség volt a tapasztalatgyűjtésre. Korábbi években is hallottam már erről a programról, de még sajnos nem sikerült jelentkeznem, hogy a Covid miatt is ugye becsúszott a Covid, és illetve még korábban a testvérem is zenész, egyébként jazzgitáros, és Dunaújvárosban került megrendezésre, és azon ott voltam, de nem mint szereplő, hanem mint látogató, és nagyon tetszett ez a lehetőség, és ugye mivel szeretnék zenész babérokra törni, ezért ugye ilyen lehetőségeket meg szeretnék fogni, és hát nagyon jó lehetőségnek tartottam, hogy fejlődhessek, tapasztalatot gyűjthessek ebben a szakmában. A díjátadón 4 könnyű zene kategóriában eredményt elért előadást hallhattak a diáknapok résztvevői. Az idei év nagy sikere miatt a szervezők várhatóan 2025-ben is megrendezik a tehetségkutatót.